Az idei évben egy összefogás adott lehetőséget az épület eredeti állapotának visszaállításához. Sajnos az intézmény az évek során folyamatosan romlott és megsüllyedt, így méltatlannak bizonyult az öregek ellátására. Már 3 éve a Máltai Szeretetszolgálat üzemelteti és tartja fenn a gondviselés házát. Erről nyilatkozott Jónás Gergely. A Máltai Szeretetszolgálat már a 3. éve működteti a Platán otthont, ahol most vagyunk. Itt Dombóváron és az Aranysziget idősek otthonát. Azt kell mondjam, hogy a Platán otthon a jóval több dolgunk van, és volt az elmúlt időszakban is, mint az Aranyszigettel, mert az infrastruktúra hagy némi kívánnivalót maga után. Ezt amikor átvettük, tudtuk, úgyhogy neki is álltunk rögtön a megtervezésének, hogy mit kell itt csinálni, és nagy szerencsénkre az önkormányzat mindig partner volt azokban a kérésekben, ötletekben, amiket elé tártunk. Úgyhogy ebben az évben úgy döntöttük, hogy a homlokzat felújításával kezdjük meg ennek az épületnek a felújítását. Ez egy első lépés, és nem gondoljuk, hogy véget ér a munka, hiszen az idősellátás minőségi feltételeinek a megteremtése az még nagyon sok mást is kíván. Ezért a következő évben, években is tervezzük, hogy lépésről lépésre folyamatosan ezt az épületet felújítjuk. Az önkormányzat támogatása nagyon sokat számít a számunkra. Ez úgy anyagi támogatást is jelent, mint lelki vagy egyéb támogatást, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy hozzájárult ehhez a munkához. A következő években a tetőfelújítás lesz egy fontos feladat, illetve a homlokzat további részének a megújítása, és azt követően pedig itt a belső tereknek a folyamatos fejlesztése a cél. A mai alkalom tulajdonképpen ennek az első lépésnek a megünneplése. Az itt lakók nagyon várták, hiszen itt ugye nem csak a homlokzat, hanem a nyilvánzárók is, és az ő ebédlőjük is megújult. Új lámpatestek kerültek felhelyezésre, amitől ez egy sokkal fényesebb tér lett. Úgyhogy ők is érzik azt, hogy a saját otthonukban ez a változás, ez a fejlődés elindult. És nekünk ez is a célunk tulajdonképpen, hogy a mi működésünk az ne csak látványos, vagy külső jegyekben megmutatható változásokat generáljon, hanem egy nagyon élhető és jól lakható teret az idősek számára. A homlokzat újra a régi polgári stílusába tündököl. A süllyedést megállították. Ablakcserére került sor, és a csatorna is megújult. A város önkormányzata is kivette részét a támogatásból. Nagyon örülök neki, hogy a Szabadság utcában található önkormányzati tulajdon épület homlokzat felújítása megtörtént. Isten igazából ez nem csak arról szól, hogy visszakapta eredeti formáját, hanem azok a statikai problémák is megszüntetésre kerültek, amely miatt düledezőnek látszott ez a homlokzat. A nyílászáratok kilettek cserébe, és itt menet közben hallottam a kivitelezőtől, illetve tervezőktől, hogy régi képek alapján az eredeti állapot lett visszaállítva. Nagyon fontos számunkra, hogy ez mérföldkő csak, hiszen igazgató is úgy apostrofálta, ez egy alapkőletétel volt, hiszen az épület teljes átfogó komplex felújítását tervbe vették, és valószínűleg ez 2024-ben meg is fog valósulni. 2020-ban, amikor megszületett a döntés, és idestóban már 3 éve máltaiak működtetik a szociális ellátó intézményünknek az idős gondozás részét, azt hiszem az idő már rövid távon is igazolt, hogy egy jó döntés született, és a felek partnerként kezelik egymást, és az együttműködés napról napra csak erősödik. A helyi védelem alatt álló építészeti örökség közös összefogással újra élhető körülményeket biztosít a szépkorúaknak. A jövőben további beruházásokra lehet számítani. Az időseknek így még kényelmesebbé és otthonosabbá válik az ott töltött idejük.